Hello, sziasztok! Jumpi vagyok, és ma az akkumulátorról akarok egy pár szót váltani. Ugye az akkumulátor is egyre drágább, és olcsóbb biztos, hogy nem lesz. Tehát nem mindegy, hogy meddig tart az akkumulátor, mikor kell a következőt venni. Mi befolyásolja az akkumulátornak az élettartamát? Ugye ha dugósos akkumulátor, akkor abban folyadék van. Annak a szintjét időközönként ellenőrizni kell, egy éven legalább kétszer vagy háromszor. Biztos, hogy meghálálja, ha erre odafigyelünk, és még arra kell odafigyelni, hogy ne öntsünk bele mindenféle folyadékot, csak desztillált vizet. Csak desztillált vizet. Többféle teória kerjeng a köztudatba, de higgyék el nekem, hogy ebbe csak desztillált vizet szabad önteni. A másik nagyon fontos, amiről már beszéltem is, hogy ahhoz, hogy sokáig tartson az akkumulátor, és tudom, hogy nagyon jók a mostani töltési rendszerek, akkor is meg kell külső áramforrással, egy töltővel, kis amperrel időközönként formálni az akkumulátort, meg kell pezsgetni, feltenni egy pár óra hosszára, 6 hetente, de legalább 2 havonta. Természetesen akkor is menni fog az akkumulátor valameddig, ha ezt nem csináljuk meg, de ha dupla addig megyen, akkor gondolom az előny. A következő dolog, amit felírtam, ugye, hogyha a kocsi nehezen indul, akkor ne járassuk folyamatosan egy fél percig, vagy akár egy percig is az indító motort, hanem vegyük le a gyújtást, és indítsunk még egyszer, lehet, hogy rögtön röffenni fog az autó. A következő pont, amit felírtam, az, hogy hány indítást kell kibírni egy akkumulátornak. Nem mindegy, hogy akkumulátort milyen helyzetben használják, hogy egy naponta 5-ször indítanak, 10-szer, 15-ször, vagy 20-szor, vagy csak egyszer, vagy két hétben egyszer indítanak, hogy az akkumulátor tartalmát az is befolyásolja, hogy hány indítást kell kibírnia egy akkumulátornak. Egy egyszerű, normál, hétköznap akkumulátor kb. 2-2500 indításra csinálnak, de biztos vagyok benne, hogy mindegyik elmegyen 5000 indítást, csak az a kérdés, hogy mennyi idő alatt indítják le ezt a bizonyos számot. Ugye a következő probléma, amit szoktam látni, akkor jönnek nálunk az ügyfelek, megállnak a kocsival, és ég a világítás. Én mondom a kedves ügyfélnek, hogy kapcsolja a világítást, mert hát égve maradt. Ó, nem baj, kibírja az akkumulátor. Igen, kibírja. Ez olyan lassan ölő méreg. Tehát kibírja, valameddig fog menni az akkumulátor, de megint csak azt tudom mondani, lehet, hogy csak egy évet, vagy kettőt, vagy esetleg másfelet, és mérgeskedni fog a tulaj, hogy már tönkrement. Ezek a kis apróságok, amiket elmondtam, ezek nagy mértékben befolyásolják az akkumulátor élettartamát. Ugye a következő probléma, amit szokott lenni, hogy nem csapjuk be az ajtót rendesen, vagy nem zárjuk le a csomagtartó ajtót rendesen, és ég benne a belső világítás. Sajnos nagyon hamar le fog menni az aksi, és nem sokáig fog menni. Tehát ezek apró dolgok, de oda kellene rá figyelni. És akkor, ami még nagyon fontos, mindenkinek el szoktam mondani, aki nálunk vesz autót, hogy a slusztkulcsot ne hagyja benne éjszakára. Tehát ha kiszáll a kocsiból, húzza ki a slusztkulcsot. Akkor fog leáramtani a kocsinak a elektromos rendszere, nem mennek azok a dolgok, amik akkor mennek, amikor benne van a kulcs, mert azt érzékeli az autó, hogy készenléti állapotban kell neki lenni. Bízom benne, hogy érthető voltam. Ha valakinek még ebben a témával, vagy bármilyen más témával kapcsolatban tudok segíteni, el tudom mondani az én véleményemet, az én tapasztalatomat, nagyon szívesen készséggel állok bárkinek a rendelkezésére. Jó utat, jó egészséget kívánok!